Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának március 3-ai adását látják. Kortya Vilmos vagyok. Nézzük híreinket röviden. Vecsési aktuális. Megjelent a Polgármesteri Beszámoló című kiadvány. Adózás. Közelegnek az adófizetési határidők. Városgondok. Új üveggyűjtőszigetet hoztak létre Vecsésen. Zöld percek. A fásításokról a Környezetvédelmi Bizottság elnökét kérdeztük. Nyílt nap. Bemutatkoztak a Petőfi iskola elsős tanítói. Évforduló. 20. születésnapját ünnepelte a Balla Péter népdalkör. Jubileum. 50 éves a Vecsési A48-as Postagalamb Egyesület. A Budapest Airport újabb területeket von be lakossági zajvédelmi programjába. A márciusban induló második ütemben a 10., a 17. és a 18. kerület, valamint Vecsés és Üllő újabb területeinek ingatlan tulajdonosai állhatnak az ingyenes vagy költségmegosztásos lehetőséggel, közölte a repülőteret üzemeltető társaság. A programban minden ingatlan tulajdonos részt vehet, akinek a kijelölt területe van az ingatlanja, és a feltételeknek megfelel. További részletek a zajvédelem.bud.hu oldalon olvashatók. Február 27-től új menetrend szerint közlekedik Vecsésen a helyi járat. Változás benne, hogy a reggel 7 órai első járat a Halmi József térről az ideig csak csütörtökönként rövidített útvonalon közlekedett. A lakossági igényeknek megfelelően azonban már minden nap indul reggel 7 órakor, és teljes útvonalon jár. A részletes menetrend a vecses.hu oldalon olvasható. Megjelent a Polgármesteri Beszámoló című kiadvány, amely 2019 második felétől 2029 év végéig foglalja össze a város eseményeit. A lakosság számára készült tájékoztató füzetről Szlahó Csaba polgármestert kérdeztük. Fontos azért az eredményeket mindig összefogni és plastikusan bemutatni, ugye képekkel, illetve kevés szöveggel, mert én ebben hiszek, hogy ezt jobban megnézik az emberek, ez jobban emészthető. Természetesen kitérünk arra, hogy azért nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött, és még mindig nem vagyunk túl az összes nehézségen, ezt mindannyian tudjuk. Volt itt sok minden tényező, de ennek ellenére azért 19 óta számos felújítás, számos fejlesztés történt, támogattuk az egyesületeinket, komoly eredmények vannak a civil életben, a sport életben is, úgyhogy ezeket szépen végig tallóztuk, hogy milyen ágazatokban, milyen fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, és ezt fényképekkel illusztráltuk, úgyhogy ez egy összefoglaló, amire egyébként azt gondolom, hogy időnként szükség van. Egyrészt mi is látjuk, így összefogva, hogy azért nem hiába dolgoztunk, és vannak eredményeink, másrészt a lakók is látják, hogy mi mindenen, milyen erőfeszítéseket sikerült tenni azért, hogy jobb legyen a közérzet, komfortosabb legyen a város. Tudjuk, hogy az emberi emlékezet az rövid, az enyém is ilyen, tehát ami elkészül és új, megszokja az ember, és néha már nem is emlékszem, hogy ez mióta is van így. Ez azért jó, hogy ezt felelevenítsük és bemutassuk, hogy igen, az elmúlt 3 évben ilyen dolgokat sikerült megcsinálni, ami bizony nem is kevés. És számszerűsítve is összegyűjtöttük, meg méter szerint is, tehát ilyen nagy számokban, hogy most ennyi járdát újítottunk fel a folyóméterbe, vagy ennyi utat, vagy ennyi intézményt, vagy például ennyi és ennyi összegben vásároltunk ingatlanokat, ami mind a jövő fejlesztéseit szolgálja. Tehát így próbáltunk nagy számokba és nagy összesítő, kumulált kiadványt adni, illetve kumulált értékekben megmutatni, összefogó, összegyűjtő értékekben megmutatni, hogy mi is történt a 3 év alatt. Elég terjedelmesnek nevezhető a kiadvány annak ellenére, hogy az elmúlt 3,5 évben volt egy koronavírus járvány is, illetve az energiaválság is rányomja a bélyegét Vecsés gazdálkodására. Hát való igaz, megsínlette az ország, a város gazdálkodása is a Covidot, és aztán az azt követő háborút és a gazdasági recessziót, amely mai napig tart, nem is beszélve ugye a rezsiár emelkedésekről. Bízunk abban, hogy ez a háború mi hamarabb lezárul, békével zárul le, vagy fegyverszünettel, az lenne a legfontosabb, és utána a piac is rendeződne, vagy lehetősége lenne rendeződni, de egyelőre még nem tartunk itt, és ez baj. De ettől függetlenül mi azt gyűjtöttük össze, amilyen eredményeket fel tudtunk mutatni az elmúlt években. Tehát az intézményfelújítások, az útépítések, a forgalomtechnikai beruházások mind szerepelnek benne, tehát lámpás kereszteződések, gyalogátkelők, illetve azok a civil és egyesület eredmények, sportegyesület eredmények, amelyekre büszkék lehetünk mindannyian. Tehát, hogy a városban azért a közösségi élet
minden nehézség ellenére ment és zajlott, hiszen ez egy fontos szempont, hogy jól érezzük magunkat itt, és hogy a közösséget erősítsük, építsük, és ezért támogatjuk az egyesületeinket, és ugye ezek szép eredményekkel hálálják ezt meg, ezt is beletettük, tehát sok mindent próbáltunk összefoglalni, ezért is lett terjedelmes, majd 48 oldalas a kiadvány, illetve 48 oldalas, remélem, hogy ezeket a rövid szöveket és a képes beszámolót örömmel fogja fogadni a lakosság, és mindenki esetleg magára is ismer, vagy egy-egy általa használt beruházásnak megörül benne újra. Ez fontos szempont mindannyiunk számára, meg fontos emlékeztető, hogy azért nem hiába dolgoztunk az elmúlt 3 évben. Ez már a második ilyen polgármesteri beszámoló füzet, az első 2014 és 2019 első fele közti eseményeket foglalta össze, most pedig az azóta eltelt időszakot, mikor, hogyan kapják meg a lakosok. Az elkövetkezendő 2 hétben fogjuk eljutatni a postaládákba, remélem, hogy minden háztartás 2 héten belül megkapja, és akkor aki kíváncsi rá, az kinyitja és átlapozhatja ezt a kiadványt. Közelegnek az adófizetési határidők. A magánszemélyek és a vállalkozások számára fontos tudnivalókat a Becsési Polgármesteri Hivatal adóosztályának vezetője foglalja össze. Közeleg március 15-e, amit ugye tudunk, hogy ez egy adóelőleg fizetési időszak. A helyi adókban a magánszemélyeknek most készítjük el az építményadó bevallásuk alapján megállapított adókra a csekeket, illetve az adófolyószámla egyenlegeket, és ezek a következő héten postázásra, illetve kikézbesítésre kerülnek. Azok a magánszemélyek, akiknek esetleg 2021 évet megelőző gépjárműadó hátralékuk is van, azok is megkapják a számla egyenleg értesítőjüket. A cégeknek, illetve az egyéni vállalkozóknak, mivel elektronikus ügyintézésre kötelezettek a törvény alapján, majd később március első hetében fogjuk kiküldeni az adófolyószámla egyenlegeket. Szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a gépjármű adójukat 21 óta már a NAV-nak kell befizetni, tehát a 2023-as ez évre vonatkozó gépjármű adóról a NAV fogja őket értesíteni, illetve onnan kell csekket igényelniük azoknak, akik úgy szeretnék befizetni, és nem átutalással. Azok a magánszemélyek, akik 2021 előtti gépjárműadó tartozással rendelkeznek, azoknak viszont még az önkormányzatunk fog egyenleg értesítőt küldeni, illetve csekkeket az ahhoz tartozó befizetéshez. Ezeken nyilván szerepel majd az, hogy hova kell fizetni, tehát majd aki esetleg most elvesztette a fonalat, az ott megtalálja. Igen, természetesen az adófolyószámlán rajta van a befizethető számlaszám is, illetve az önkormányzatunknál az adóosztály rendelkezésre áll és segíti az ügyfeleket. Iparűzési adó? Az iparűzési adónak szintén március 15-e a befizetési határideje, de mivel ők elektronikus ügyintézésre kötelezettek, ezért elektronikusan fognak adófolyószámlát kapni, illetve az e-önkormányzati portálon az ügyfélkapus belépések kódok beírásával megnézhetik bármikor a folyószámla egyenlegük állását. A magánszemélyek mindenről kapnak értesítést, a vállalkozók, illetve a vállalkozások nem kapnak értesítést külön, de a önkormányzatunk el szokta küldeni az adófolyószámla kivonatot a határidő előtt. Új üveggyűjtő szigetet hoztak létre Vecsésen, amely az Eötvös utca 15 szám alatt található. Erről, valamint a gaj és zöld hulladék begyűjtésről a városgondnok ügyvezetőjét kérdeztük. Tavaly évben a közmeghallgatás során felmerült a lakosság részéről az igény, hogy a felső telepen nincsen üveggyűjtő sziget, csak a rendőrségnél, az Erzsébet téren és a Széchenyi utcába a városgondok telephelyén. Ezért a polgármester úrral és az önkormányzattal közösen kerestünk egy megfelelő helyet, ahol ki tudnánk alakítani egy ilyen új üveggyűjtő szigetet. Az Eötvös utca 15-be sikerült találnunk egy megfelelő helyszínt, és ide már el is készült
készítettük ezt a szigetet, úgyhogy innentől kezdve ide is lehet hordani az italos üveghulladékot. Tehát azért hangsúlyoztam, hogy italos üveghulladék, hogy síküveget ne rakjon bele senki, megkérek mindenkit, hogy tényleg csak az italos üvegeket rakják ezekbe a konténerekbe. Máshol, ahol már jó ideje működik az üveggyűjtősziget, mi az általános tapasztalat, mi az, amit úgymond jól csinál a lakosság, és mi az, ami még lehetne változtatni? Most már nagyon jók a tapasztalataink. Tehát korábban volt olyan, hogy más jellegű hulladékot is leraktak mellé, de ez nem jellemző. Tehát azt mondom, hogy nagyon becsületesen működnek ezek az üveggyűjtő szigetek, tényleg az italos üveghulladékot hordja a lakosság ezekbe a konténerekbe, és akkor mi ezt a tiszta hulladékot tudjuk leadni. Használt étolajat hol lehet leadni? Használt étolajat jelen pillanatban a Városgondnak telephelyén lehet leadni. Későbbiekben tervezzük, hogy az üveggyűjtő szigetek mellé is majd helyezünk ilyen használt olajgyűjtő. Ezt hangsúlyozom, sütőolaj, tehát nem fáradt olajat gyűjtünk ezekbe a konténerekbe. Tehát későbbiek folyamán fogunk a város több pontján is létrehozni ilyen gyűjtő szigeteket. Ha már a gyűjtéseknél tartunk, mikor lesz a zöld hulladékbegyűjtés? A zöld hulladék begyűjtés április 25-én kedden fog kezdődni, de előtte még lesz a hagyományos gajbegyűjtés, amit minden tavasszal felszoktunk ajánlani a lakosság részére, tehát a meccé során keletkezett gajakat fogjuk elszállítani. Ezeknek az időpontja április 15-e a felső részen, és 22-én pedig az alsó részen, de erről még pontosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Azután a rákövetkezendő héten, tehát 25-én kedden, mint ahogy említettem, akkor fogjuk elkezdeni a zöld hulladékoknak, a zsákos zöld hulladéknak az elszállítását. Egy újdonság van most, hogy a zsákok ára január 1-től 300 forintra emelkedett. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon minimális hozzájárulás a lakosság részéről is. Nagyon elszabadultak az árak, több mint 10 éve nem volt emelve a zsákoknak az ára, úgyhogy most kénytelenek voltunk ezt megtenni. Ezek időszakos begyűjtések, vagy pedig folyamatosan ki lehet helyezni a zöld hulladékot például? A gajbegyűjtés az csak egyszeri alkalom, mind a két városrészben, utána pedig csütörtök, ahogy megszokta már a lakosság, kedden a felső részen, csütörtökön az alsó részen, egészen évvégéig a zsákos zöld hulladékot elszállítjuk. Házhoz menő lomtalanítás? Házhoz menő lomtalanítás úgy, ahogy már bevezettük, több éve nagyon jól működik. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy minél hamarabb regisztráljanak. Az azért jó nekünk is, mert akkor egész évben folyamatosan tudjuk végezni ezt a tevékenységet. Ilyenkor évelején kevesebb igény van rá, ezért össze kell várni a címeket, hogy megfelelő mennyiségű cím jöjjön össze, hogy kapacitásnak megfelelően tudjuk elvégezni ezt a szolgáltatást, és az év közepén is még szokott lenni egy kis pihenő, tehát nyár közepén nem nagyon szoktak regisztrálni az emberek, és ez azért rossz, mert akkor tolni kell az időpontokat, és ez szokta azt okozni, hogy évvégén viszont össze szoktak gyűlni az időpontok, és van olyan, hogy már október-novemberben nem tudunk időpontot adni, mert kapacitás hiány miatt nem tudjuk elvégezni ezt a szolgáltatást. Ezért mindenkinek az a legjobb a lakosság részére, nekünk is, hogyha évközben folyamatosan tudjuk végezni, tehát mindenkit arra kérek, hogy menjen, minél hamarabb regisztráljon, későbbi időpontot is kiválaszthat, de ha regisztrál, akkor már tudunk mi is tervezni. Előre láthatólag márciusban fog elindulni az első ilyen begyűjtőjárat. A zöld hulladékos zsákok árában történő változást már jelezte. Mi az, amire még felhívná a lakosság figyelmét? Egyéb dologra szeretném felhívni a szelektív hulladékkal kapcsolatban. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Arra szeretném kérni a tisztelt lakosságot, hogy a szelektíves zsákokat arra használják, amire kapják. Tehát nagyon kreatívan szoktam látni, hogy egész más jellegű feladatra befogják ezeket a zsákokat. Ezek a zsákok nagyon drágák, tehát az előállításuk sok pénzbe kerül, ennek ellenére a lakosság ingyen kapja. Ezért kérem őket, hogy csak arra használják, amire ez való, és tényleg azt tegyék bele. Rá van írva, hogy mit nem szabad betenni, itt kettőt kiemelnék, a hungarocelt és az üveghulladékot, azt ne a szelektíves zsákba tegyék bele. Konténert lehet-e önöktől bérelni? Igen, lehet rendelni, be kell telefonálni akkor az ügyfélszolgálatra, és ott lehet megrendelni a konténert.
Még szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az utóbbi időben nagyon megszaporodtak az olyan esetek, amikor a kukára még egy ugyanolyan mennyiségű hulladékot zsákba kiraknak, és szeretném ezt hangsúlyozni, hogy mi nem vagyunk kötelesek elvinni ezt a többlet hulladékot. Tehát a szolgáltatónak csak a kuka méretével megfelelő mennyiségű hulladékot köteles elvinni. Ezért találtuk ki a sárga zsákot, tehát mindenkit arra kérek, hogyha többlet hulladéka van, fáradjon be az ügyfélszolgálatra, vásárolja meg a sárga zsákot, és akkor természetesen el fogjuk vinni a hulladékot. Tavasszal mindig visszatérő kérdés az, hogy húsvét hétfőn van elszállítás. Húsvét hétfőn nincsen szállítás, tehát a Vecsési Városgondnok Kft. Munkatársai január 1-én és húsvét hétfőn nem dolgoznak, tehát húsvét hétfőn nem, de másnap kedden fogjuk bepótolni, tehát a kommunális, szelektív járat, ami húsvét hétfőre esne, az a keddi napon lesz bepótolva. Folyamatosan zajlanak a környezetvédelmi munkálatok a városban. Ennek részleteiről, valamint a tavalyi fásítási program eredményeiről Várszegi Csaba, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke nyilatkozott. Tavalyi év folyamán, mint ahogy már hosszú évek alatt megszokhattuk, minden évben nagy népszerűségnek örvendett a fásítás, a fásítási akció a lakosság részére, ami elég szép számú fák elültetését eredményezte. Tavalyi évben pontosan 158 darab fát rendelt az önkormányzat. Ennek az összértéke közel 4,5 millió forint. Ebből a 158 fából 130 fa lett kiosztva a lakosság részére. Ebből a 130 fából 6 darab az ingyenesen lett átadva olyan családoknak, ahol egy éves kor alatti gyermek részére igényelték a fát, és így ültették ki a közterületet, szépítve ezeket a fákat. A többi fát, amelyet a lakosság részére osztott ki az önkormányzat, egy jelképes 2500 forintos áron adta az önkormányzat. Ez hát körülbelül a fák értékének az 5-10%-a tulajdonképp, tehát a valós bekerülési költség alapján. Az önkormányzat leellenőrizte a fák beültetését. Ez megtörtént minden lakos részéről, ezt nagy tisztelettel köszönjük is, illetve most már csak arra hívnánk fel a figyelmet, hogy az utógondozásra is fordítsanak figyelmet a lakók. Az önkormányzat hova ültetett ki fákat? A tavalyi év során úgy szintén vállalt az önkormányzat egyes területeken faültetést. Ez több helyszín volt. Volt év elején egy pályázat, amelyen nyertünk, és ennek kapcsán több mint 30 platánfa került elültetésre. Ennek nagy része a Széchenyi út mentén, Széchenyi utca mentén lett elültetve, de ezen kívül ültetett az önkormányzat a főúton hársfákat. Ez az Anna utca és a Market Central közötti szakaszon került elültetésre. Ezen kívül a lakótelepen ültettünk mezei juharokat, a Budai Nagy Antal utcában mezei juharokat, illetve mocsárciprusokat, sajnos ott kellett pótolni néhány fát, valamint a Tisza-Kálmán utcai játszótér lett parkosítva, hogy így mondjam, fákkal. Itt japán akác, platán és gömbjuharok lettek elültetve. Milyen aktuális faápolási munkálatok vannak most? Jelen pillanatban, ami majd a tavaszi munkálatokhoz is szorosan hozzátartozik, az a fáknak az ápolása, illetve néhány fának a kivágása van még hátra. Ezeket a munkálatokat gondos szakvélemények, illetve favizsgáló szakemberek által készített jegyzőkönyvek alapján csináltatja az önkormányzat. Ilyenek például az idei évben az Erkel Ferenc utcai vadgesztenyéknek a zápolási munkái, ami várhatóak, az Árpád utcában úgy szintén vadgesztenyefáknak a zápolási munkáit fogjuk elvégezni, a Kellner doktor utcai lakótelepen ott a téli favágások, illetve ápolásokat követően további három fának lesz ápolása, illetve három fának a kivágása, valamint a temetőben
van két olyan fa, amelyet egy úgynevezett fakop vizsgálattal vizsgáltak meg a szakemberek, és sajnos azt állapították meg, hogy ezt a két fát ki kell vegyük a temetőben. Fáknak elindult az úgynevezett fakataszteri felmérése. Jelen pillanatban 94 fánál tartunk. Ez azt jelenti, hogy kis lapkák jelzik ezeket a fákat egyébként, amelyek ebben a felmérésben már benne vannak, vagy benne voltak, és ezeket a fákat a térinformatikai rendszerben is megtalálhatóak, tehát vissza lehet követni hosszú évekre, hogy egy fának milyen munkálatai, vagy éppen milyen sorsa lett az évek során. Arról már beszélt, hogy milyen faápolási munkálatok lesznek, de hol lesznek esetleg ültetések? Az önkormányzat idén ez nem rendhagyó, de tavasszal is tervez faültetéseket, és ezeket folyamatosan szakemberek által felmérjük ezeket a helyszíneket. Főleg nyilván azokat a fákat szeretnénk pótolni, amik a téli vagy a koratavaszi kivágások során kilettek véve. A gondozási központ területén fogunk ültetni új fákat a Vas Albert utcai játszótéren, úgy szintén tervezünk új fákat ültetni. Ezen kívül az Erkel Ferenc utcában kell pótolnunk fát, a főúton japán akácokat fogjuk pótolni, amelyek két évvel ezelőtt lettek a betegfák eltávolítva, és ezeknek a pótlása fog megtörténni idén tavasszal, valamint a főút 197 előtti területen lesznek pótolva a fák. Nyílt napot tartottak március 1-én a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. Az igazgatói tájékoztató után a jövendő első osztályosok és szüleik bemutató órákon vehettek részt. Az iskola csalogató tovább folytatódik, de addig is ismerjék meg a jövendő két első osztály tanítónéniét. Szeretettel köszöntöm a leendő elsős szülőket, Farnák Nagy Klaudia vagyok. Általános és középiskolai tanulmányaimat is itt a Petőfiben végeztem. 2015-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanítószakán német műveltség területen. Itt töltöttem el a gyakorlati időmet is. 2016 óta dolgozom az iskolában, azóta is látok el osztályfőnöki feladatokat. Az elmúlt években otthon voltam kislányaimmal. A tanóráimon szívesen alkalmazok hagyományos és interaktív tananyagokat és játékokat. Célom, hogy a gyerekek szeressék meg az iskolát, a tanulást, nyitottá váljanak a világra, találják meg, hogy miben tehetségesek. Hivatásunkban a legnagyobb kihívás és egyben a legszebb időszak a leendő első osztályos gyerekek előtt kinyitni a tudás kapuját. Megszerettetni belük a tanulást. Fontosnak tartom, hogy mindezt élményként, játékként éljék meg. Szeretném, ha a gyerekek azt éreznék, hogy rá mindig számíthatnak. A tanuláson kívül nagyon sok szabadidős programot is ajánlunk a gyermekeknek. Vidám, felejthetetlen kirándulásokkal színesítjük életünket. Nagy szeretettel várom osztályomba a leendő első osztályosokat, ahol csendes varázslattal mutatom meg a betűk és számok világát, ahol örömteli izgalommal válhatnak óvodásokból iskolásokká. Mesterné Defner Szabina vagyok, 2010-ben végeztem a Kaposvári Egyetem tanítószakán, ezt követően Budapesten tanítottam egy művészeti intézményben, majd 7 évig osztályfőnökként tevékenykedtem egy szintén egyházi iskolában. A Petőfiben ez a második évem, jelenleg a 4. B osztályfőnöke vagyok. Célom a tanulás megszerettetése, amit sok derűvel, kreatív módszereimmel, élményszerűen igyekszem megvalósítani. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek az iskolába, szívesen jó kedvel tanuljanak, élmény legyen számukra az itt eltöltött idő, legyen szó tanulásról vagy szabadidőről.
Az iskolakezdés hatalmas lépés a kisgyermekek számára. Rengeteg játékkal, mesével, sok-sok mozgással szeretném a gyerekek számára könnyebbé tenni az óvodából az iskolába való átállást. Megtisztelő feladat, hogy részt vehetek a gyermekek világképének formálásában, értelmük kibontakoztatásában. Eddigi pályám során végigkísért a nyugodt, bizalomteljes, derűs légkör kialakítása, melyben minden diákomnak lehetőséget biztosítok arra, hogy önmaga lehessen és megmutathassa, miben ügyes, tehetséges. Ezért sok iskolai és iskolán kívüli programot szervezek számukra, emellett tanítványaimmal rendszeresen indulunk egyéni és csoportversenyeken is a tehetséggondozás keretében. Munkám során kiemelten fontosnak tartom az anyanyelvi, valamint az olvasóvá nevelést az alsó tagozaton. Osztályaimban jellemzően az olvasás, mint tevékenység, az eszközét jelenti az élményszerzésnek és a tanulásnak. Szabadidőmben én is rengeteget olvasok, emellett szeretek kézműveskedni, kreatív gondolkodásmódomat a tanításban nap mint nap kamatoztatom, és ezt a szemléletet igyekszem átadni a gyerekeknek is. Feladatom, hogy osztályfőnökként jó közösséget alakítsak ki a gyermekek és szülők körében egyaránt. Hiszem, hogy a kicsik fejlődéséhez elengedhetetlen a szülőkkel való jó kapcsolattartás, hiszen csak közösen érhetünk el valódi sikereket. Javaslom, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat, nézzék meg képeinket, bejegyzéseinket az online felületeken, hisz így egy kis ízelítőt kapnak a mindennapjaikból. Szeretettel várom leendő elsőseimet, hogy ők is megtapasztalhassák, milyen is Petőfisnek lenni. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte február 26-án a Balla Péter Népdalkör és Citera zenekar. A Bálint Ágnes Kulturális Központ színház termében a régi és az új tagok mellett részt vettek az eseményen a családtagok és a támogatók is. Hogyan jött létre annak idején a Népdalkör? Hát a Népdalkör létrejötte, az egy érdekes történet. Tulajdonképpen egy másik csoportból való kiválással alakította meg 17 tag akkor, akikből azóta már sajnos sokan elhunytak, de alapító tagunk jelenleg is van még, ugye megszámolom, 5-6 fő. Úgyhogy olyan is van, aki az adott évben már belépett, tehát ő is mondhatni az alapító tagok között van, és hát azóta folyamatosan bővülünk, illetve hát elköltözések, sajnos elhalálozás, de egyéb gyermekszületés és ilyen dolgok miatt is van, aki kimarad, helyettet jönnek mások, cserélődnek a tagok. Tehát folyamatosan ilyen 20-22 fővel dolgozik a Népdalkör. Mi az, ami összetart egy ilyen közösséget? Hát leginkább is az, hogy egy jó társaság, egy jó közösség, szeretjük egymást, jól érezzük magunkat egymás társaságában, hát és nem mellesleg ugye szeretünk énekelni, és hát azért kell benne egy pici olyan ambíciónak is lenni, hogy megmutassuk másoknak, tehát hogy azért arra is hajlandó a csapat nagy része, hogy ezt azért másoknak is elvigyük, egy-egy műsor keretében megmutassuk, esetleg megméressük, tehát versenyeken is részt veszünk. Úgyhogy hát összetett dolog, de mindenkinek megvan a saját motivációja. Én úgy gondolom, hogy leginkább is az, hogy a közösség egy jó összetartó csapat. Én Demes Lajos vagyok, 79 éves kisfiú, és nagyon szeretek énekelni, azért járok ide, ebbe a kellemes társaságba. Nekünk, akik be tudják fogadni a zenét, ez nagyon jó és nagyon nagy dolog. Hát ez köszönni szeretném a Vecsés városának és a Népdalkörnek, a Kultúrháznak, hogy ide járhatunk. Igaz, hogy amatőrök vagyunk, de én úgy gondolom, hogy egy kis toborzót is mondanék, mert a amatőr létünkre mi jártunk egy hétig, és Kínába énekeltünk, hát ez egy profiknak se adatik meg, hát ez a dicsekvés volt, csak hát ez is egy ér volt, hogy jöjjenek a fiatalok is, egy baj van, hogy a fiúk kiörökszenek. Ön mióta tagja a Népdalkörnek? Hát én nem olyan régen, 2010-ben mentem végleg nyugdíjba, és akkor elhatároztam, hogy ez lesz az egyik legfontosabb dolog, hogy énekelni, táncolni járok, egyébként citarázok is. Tehát magyarul nekem a legfontosabb dolgok után ez nagyon fontos, hogy ide eljöjjek, elmenjünk fellépni,
és ezek. Evaricsi Györgyné vagyok, mi Monorról járunk a férjemmel, és 8 éve vagyunk tagok. Nagyon szeretünk ide járni, mert olyan, mintha hazajönnénk. Ez is úgy van, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, mindenki barát, nem egy ellentétes szó nem hangzik el. És szeretünk énekelni, és szeretjük azt, ami itt történik velünk. Az egész család tudja, hogy kedden délután mi nem vagyunk senkinek otthon, itt vagyunk. És el nem mulasztanánk egyet se. Az éneklés mióta része az életének? Hát én óvónéni vagyok, és akkor azt mondom, hogy a gimnazista korom óta. A Balla Péter népdalkőre hogy talált rá? Hát ez nagyon érdekes, véletlenül, és ez nagy szégyen, hogy az ember egy ilyen tündéri kórust, akár az angyalok úgy énekeltek, nem tudtuk, hogy vannak. Kiállítás, könyvtár megnyitó volt Monoron, és én is ott voltam ezen a retro könyvtár megnyitáson, és ott énekeltek, és én kézműves vagyok, kiállításom volt éppen ülőn, illetve szervezték, és arra gondoltam, hogy hát ez olyan szépen énekelnek, én meghívom őket, hogy jöjjenek el erre a megnyitóra. Eljöttek, és én megkérdeztem, hogy jöhetek-e én is, és mondták, hogy jöhetek, és azóta járok ide. Aztán csatlakozott a férjem is. Ő előtte is énekelt, vagy az önkedvéért kezdett el? Hát mindig elhozott engem, és akkor bejött, és szerette, otthon gyakran gyakoroltam, és hallgatta, és dúdolt velem, és akkor eljött ő is. Nyilván a pozitív visszajelzés, a díjak, elismerések, azok is motiváló erejűek. Milyen díjakat nyertek el az elmúlt 20 év során, melyeket emelnek ki? Hát igen, azért kicsit büszkék is vagyunk, lehetünk szerintem arra, hogy a kórusok, zenekarok és népzenei együttesek, a Kóta népzenei versenyein részt veszünk, megmérettetésein, és térségi országos és aranypáva gála szinteken is megmérettük magunkat, 6 aranypáva díjunk, és egy aranypáva nagy díjunk van. Ezen kívül a Vaslajos Népzenei Szövetségnél is indultunk már többször, a legutóbbi alkalommal 2018-ban kiemelt nívódíjat kaptunk. Annak a folyamata most egyébként újból elkezdődött, és ott már a középdöntősök vagyunk, tehát áprilisban megyünk megint erre a versenyre, és hát Kótánál is szeretnénk újból megméretni magunkat, ami június végére várható a Szomszédolás Fesztivál keretében. Szeretnénk egy népzenei találkozót és minősítő hangversenyt is rendezni. Önöket azonban nem csak Vecsésen is itt a térségben ismerik, hanem mondhatni azt, hogy világszerte, melyekre a legbüszkébb, milyen utazásaikra, fellépéseikre? Igen, tehát a közösségépítés az abban is megnyilvánul, hogy sokat utazunk együtt, sok közös élményünk van, azon kívül, hogy itt természetesen együtt vagyunk próbánkon minden héten, illetve fellépéseken, és hát az utazások is nagyon közkedveltek, hogy úgy mondjam, úgyhogy ezeket az utazásokat úgy szoktuk megtervezni, hogy kapcsolatot is építünk ki az ott élő hasonló profilú csoportokkal, tehát népzenei csoportokkal, népdalkörökkel, népzenei együttesekkel szoktunk találkozni. Úgyhogy így a Felvidéken voltunk már 3-4 alkalommal, 3-szor voltunk Erdélyben, és hát a legbüszkébbek azok a kínai kórusfesztiválon való részvételünkre vagyunk, ami 2018-ban volt, tehát az 5. csináni nemzetközi kórusfesztivál volt, ami részt vettünk, és hát óriási sikert arattunk. Egyedüli népdalos csapatként vettünk részt, és nagyon nagy különbség volt, vagy nagyon nagy
ováció volt, amikor felmentünk a színpadra, főleg amikor lejöttünk. Tehát nagyon hálás volt a közönség, és nagyon jó volt ott énekelni. Este van, sötét van, nem látom. Gyújtsák is, angyalom, világot. Gyújtsd meg azt, ami az gyertyádat. Hadd csókolja meg az orcádat. 18-ban együtt voltunk a Kínában, Jinan Néptárkör fesztiválon. És azóta is kapcsolatot tartottunk. Vecsésen viszont már többször voltunk, rendezvényet szerveztünk Hódó évkor. Szóval a Vecsésen ez egy nagyon jó kapcsolatot maradunk. Mennyire különbözik vagy hasonlít esetleg a kínai és a magyar zene egymáshoz? Van egy mondás, hogy zene nincs korlát. A beszéd az lehet, hogy nem érteni, de viszont a zene innek, az meg lehet érteni. Sőt, a Kínában is van egy kodály mód. Most a Kínában is több helyen tanítják meg. És a Covid előtt Kínából jönnek iskolások, mi is fogadunk, ha iskolások jártunk Magyarországon, zeneiskolában jártunk, és Kotályi Mozart is tanították. Függetlenül most egy kicsit a Balla Péter népdalkörtől, és csak a magyar népdalokról beszélve, van-e kedvenc magyar dala vagy népdala? Van néhány, csak a neve nem biztos, hogy tudom mondani, de van az Tavaszi szél. Ez nekem szeretem, ezt a dalt. A születésnapi ünnepségre elfogadta a meghívást többek között Szlahó Csaba polgármester, Kistóth János a kulturális központ igazgatója, Virinyi József népzenész, népzenekutató, a Kóta társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, Légrádi Eszter, a Vas Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi tagja, Tengvei Jie, a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület elnöke, Geng Jiei Sisi, a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület alelnöke is. A megjelentek köszöntése után Légrádi Eszter átadta a Vas Lajos Szövetség üdvözletét és emléklapját a népdalkör képviseletében Katonáné Gergely Tündének, majd a kivetítőn bemutatták az elmúlt 2 évtized legfontosabb eseményeit. Virinyi József, a Kóta társelnöke is megszólaltatott néhány hangszert a vendégeknek. Thank you.
Az ünnepségen a Balla Péter népdalkör tagjai megköszönték egymásnak az áldozatos munkát. A közös éneklés és zenélés pedig folytatódik tovább. 50 éves a Vecsés A48-as Postagalamb Egyesület, amely számos nívós elismeréssel büszkélkedhet. Az elmúlt fél évszázadról Simon Mihályt kérdeztük, aki nem csak a sport szépségeibe, de a galambok lelki világába is beavatja a nézőket. A Vecsés A48 Postagalamb Egyesület 1972-ben alakult, Mészáros Ferenc és Nagy Károly a két öreg, aki alakította ezt az egyesületet. Valamikor a Vecsési Postagalamb Sport 1946-ban háború után alakult újjá. Ebből az egyesületből, az A9 egyesületből vált ki a nagy létszáma miatt, mert a létszám több mint 100 fő volt, ebből a nagy létszámból vált ki az A48-as számú Postagalamb Sportegyesület, ami azóta is működik, most a tavalyi esztendőben volt 50 éves. Vagyis most 72-ben alakult, most 2023-ban az 50. szezont kezdtük meg. Hány vecsési tagja van? Most jelen pillanatban 13 vecsési tagja van az egyesületünknek, de az a helyzet, hogy az utánpótlásunk van nagyon-nagyon-nagyon nagy nehéz helyzetben, mivel hogy elég költséges sportág, és a szülők kevesebbet költenek a gyermekeknek a galambász tevékenységére. Csak a nagyon-nagyon nagy hajlamú gyerekek, vagy azok a gyerekek, akiknek a szüleik tudnak segíteni a versenyzésben, életben, anyagi támogatásban, csak azok tudják ezt a sportot művelni. Önnél mikor és hogyan kezdődött a galambászat szeretete? Én beleszülettem ebbe a postagalambsportba, az édesapámtól örököltem ezt a galambsportot. Az édesapám is a szüleitől, magyarul a szüleitől, a nagypapám valamikor a háború után, 1946-ban a családnak élelem gyanánt, vagyis azért, hogy levágják a galambokat. Ezért galambokat tartottak, mert hát a postagalamb az önellátó galamb volt. És hát négyen voltak fiú testvérek, édesapámék, és hát a fiúkra volt bízva a galambokkal való foglalkozás. És az 50-es évek elején csak úgy lehetett postagalambot tartani, hogy rendőri engedéllyel. A rendőri engedélyt meg csak úgy lehetett, hogy valamilyen egyesületnek tagja kellett, hogy legyen. Úgyhogy a galambászat így kezdődött a családba, 1953-ban, hogy be kellett a helyi egyesületbe lépni a fiúknak, édesapámnak és a testvéreinek, és hát így kezdődött el ez az egész dolog. Most már akkor, akárhogy is számolva, 70 évvel ezelőtt. A legtöbb gyermek életében van egy olyan állat, házi állat, ami örökre a kedvence marad, és mindig megmelengeti a szívét, hogyha rá gondol. Önnek volt-e, vagy van-e ilyen galambja? Igen, persze, természetesen. Mivel hogy a galambok se élnek örökké, nagyon-nagyon az elmúlt 50 évben vagy 40 évben nagyon sok ilyen galambom volt, amiket nagyon-nagyon szerettem, a szívemhez nőttek, és nagyon-nagyon kellemes emlékeim vannak a galambokkal kapcsolatban, és mindig van az embernek, akármennyi 100 galambja van, vagy 200, mindig a több százból mindig van egy kedvenc galambja, amelyik olyan esetleg az eredményeivel is, de nem csak az eredményeivel, hanem maga a viselkedésével, illetve avval a szeretettel, amit ő át tud, a galambát tud adni a gazdájának, az egy nagyon-nagyon hihetetlen érzés, és ezek automatikusan kialakulnak. A napi gondozás, a napi munka, illetve a versenyek, a dicséret, mert hát ők is megérdemlik a dicséretet egy jó verseny, esetleg egy jó repülés után, és hát azok a galambok, amelyik megmutatják magukat, hogy mi jók vagyunk, mi szót fogadunk, ezek a galambok, ezek mindig ilyen kedvencé válnak.
talán a legbensőbb tulajdonságait kevesen ismerik a galamboknak, hogy hogyan tudja kifejezni az emberek iránti szeretetét, vagy hogy mennyire lehetnek egyéniségek. Nagyon sok egyéniség van, ez mind a versenyzésben is, illetve természetben is. Minden galambnak saját természete van, és ezt a gazdájának, ha jól végezzük a munkánkat, akkor mindenki ki is tudja nyerni a galambból a jó természetét. Nem van rossz természetű, de sajnos hát az állományban minden galambnál sajnos ezeket szelektálni kell. Azokat, amelyiknél túl sok a rossz tulajdonság, azok nem alkalmasok sem a versenyzésre, sem a tartásra. Erre a versenyre tartás miatt a galamboknak mindegyiknek nagy önbizalommal kell rendelkezni. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy honnan lehet ezt megtudni, hogy milyen önbizalom van egy galamba, egy vitalitás. Iszonyatosan meg lehet látni. Általában akik foglalkoznak a galambbal, azok a rezzenésükről is meg tudja állapítani, hogy ezek a galambok értékesek a munkára, vagy nem. De a tenyésztés alapján, ahogy tenyésztjük ezeket a galambokat, mert hát a mi számunkra a versenyzés az egy jó tenyésztésnek az eredménye. Most mivel, hogy saját magunk tenyésztjük a galambokat, mi ismerjük a galambjainknak a genetikáját, a családját. Azok az emberek, akik vásárolják a galambokat, ott azért ilyen bensőséges dolog nincsen. Egy olyan helyiségben vagyunk, ami tele van kupával, éremmel, oklevéllel, elismeréssel. Nyilván ez mind egyéni, mind pedig csapat elismerések, győzelmek. De most beszéljünk önről, milyen eredményeket ért el, melyekre a legbüszkébb? Nem vagyok nagyon nagy versenyző, nem tartom magamat nagyon nagy versenyzőnek, kitartónak. A maraton versenyek szerelmese vagyok, nemzetközi versenyeken szeretek inkább részt venni, hosszú távú versenyeken, extra, szuper hosszú távú versenyeken. Az én versenyzési típusom a kitartó galamboknak a versenyeztetése. Rettentően szeretem azt az érzést, amikor több ezer kilométerről hazaérkezik egy galamb, lehet, hogy csak egy hét múlva, vagy két hét múlva, de az a galamb hozzám érkezik haza. Rengeteg galamb sajnos sérülten érkezik, de itt a sportágokban a maratonfutást, vagy bármilyen ilyen maratoni versenyeket is példának veszük. Nagyon-nagyon-nagyon sokkal több a sérülési veszély, mint a sima hétköznapi rövid távú futások, 100 méter. Hát ott is sérülnek azért a sportolók, de azért egy ilyen nagy versenyeken, ahol nagyobb nagy létszám, 20-30 ezer galamb közül. Nagyon nagy vágyam volt régen a barcelonai világbajnokság, és hát háromszor vettem most már részt a barcelonai világbajnokságon, mind a három Barcelonából érkezett haza galambom. Ez 1700 kilométer légvonalban, de a galambok ezt légvonalban nem tudják megrepülni. És Barcelonából, úgyhogy ha haza akar érni, akkor körülbelül 3000 kilométert kell neki megtenni. Na most hát ez a 3000 kilométer, ez szörnyű. Németország fele valószínűleg az egyik irány, hogyha a Németország fele indul el a galamb, hát német nem közvetlen, Barcelona, Németország, hát azon a vonalon jön végig, Franciaország, Németország, Hollandia, és azokkal a galambokkal, mert mivel a világbajnokságnak a többi résztvevője mind abból a térségből adódik, ők egy ilyen 1000 kilométeres maratoni versenyt rendeznek, ott 50-60 ezer darab galambot engednek ki. Ezt a galambok élvezik? Hogy egy ilyen nagy távolságot kell megtenniük azért, hogy hazatérjenek? Igen. A postagalamb egy ilyen célrepülő galamb. Őket nem is érdemes tartani. Nemhogy nem érdemes, ez butaság.
őnekik a lételemük, az ösztönük ez a repülés. Egy jó postagalamb az naponta képes 7-8 órát a levegőben lenni, nem versenyen, hanem csak itthon. És úgyhogy hogy olyan sokat repül. Na most edzésként. De viszont versenyeken 2-3 napot étlen szomjan megtesz a galamb, addig körülbelül fizikálisan olyan helyzetbe kerül, amikor már viszont a galambnak a fizikai állapotát kell helyre rakni, akkor már táplálékot keres. Vannak olyan állattartó helyek, ahol sertéseket, marhatelep, istálló, ilyen dolgok, ahol takarmányt tudnak szerezni, úgyhogy ez az ő tudásuk, ez az ő logisztikájuk, hogy fogják ezt megtalálni. Tehát magát a sportot, a távolságot ugye maga a galamb teszi meg, de nem mindegy, hogy milyen családból származik, milyen fészekből származik. Mi az, amit az ember tesz hozzá? Igen, az edzés. Ezekre a versenyekre való felkészülés. Ösztön szerint nem lenne képes ahhoz, hogy ő csak azért, hogy ide jöjjön hozzám, azért nem fog. A motiváció, a párja, hogy olyan fészek állapotot biztosítson az ember, olyan helyet, ami otthonos számára, saját fészke van a galamnak, úgy él, ahogy a kedve tartja, rendszerben magyarul, megfelelő mozgás, úgyhogy a galambokat rendszeresen kell trenírozni, előversenyek, hétközi tréningek, egészségi állapotának a felmérése, a fizikai állapotának a felmérése. Ez az ember számára szellemi vagy inkább fizikai sport? Mindkettő. Ez egy nagyon összetett sport. Nem kimondottan. Itt kell lenni egy kis állatorvos. Itt nekünk tisztába kell lennünk avval, hogy az időjárás milyen lesz, hogy lesz. A galamboknak a felkészítési során a heti mozgatás, a trenírozás, a galamboknak a tollazatának a felkészítése nagy részében mindig egy fürdetéssel. Különböző fürdősok, ezek az élősködőkre. Különben az impregnálás a tollazatának, hogy a vízpergetése, a tollpúder, ami egy nagyon fontos dolog, hogy visszakerüljön fürdés után a galamnak a szárnyaira. Mert erre egy párás időben, vagy egy esős időben a galamnak ez egy tragédia lenne, hogyha a tollazata olyan lenne, hogy ő nem képes lenne erre, hogy repüljön. Elázna. A pehelytollak. Nem lehetnek sérültek a vezértollak. Mert hát magában a galamnak a tollszerkezete genetikailag úgy van kiképezve, hogy ők képesek legyenek egy ilyen repülésre, de viszont a rövid, közép és a hosszú távú, meg még az extra maratonos távú galamboknak is a szárnyszerkezete egész más. A gyors repülésre is egy gyors, rövid szárnyak, erős, izmos alkat, izomzatnak kell, hogy legyen, hogy ők minél gyorsabban, minél többet tudják a szárnyukat mozgatni, és hogy gyorsabban tudjanak repülni. Már egy ilyen hosszú versenyen nem az a lényeg, hogy minél gyorsabban repüljön, hanem hogy kitartóan repüljön. Ne tegyen nagy fizikai erőllétet arra, hogy ő a szárnyait mozgatja, majdnem úgy csinál, mint csak úszik a levegőbe, és így tesz meg több száz, több ezer kilométert egy galamb, és viszont a kicsi agyába annál nagyobb nagy tudásnak kell, hogy legyen, mert hát koordinálni kell neki ezt az utat. Nem csak az van, hogy ő neki repülni kell, hanem ő neki meg kell találni a helyes utat. Nyilván nagyon-nagyon hosszan tudna még beszélni a galambokról, és minden egyes mondata nem csak szakértelemmel, de szeretettel is van tele. Milyen megméretetése készül? Kezdődik az idei szezon. Ez egy nagyon jó év lesz, bízunk benne. A tavalyi év is jó volt, de mindig bizalommal indulunk minden évnek neki, mint az egyesületi szinten, mint a saját eredményeim szintén. Hát az ennek az évnek nagyon nagy szerepe lesz abban, mert hogy hát bízunk benne, hogy 2024-ben meg lesz az olimpia, és meg fogják tartani, és a
minden olimpia, minden nagy nemzetközi versenyeken, legyen ez bármilyen cselgáncs világbajnokság, labdarúgó világbajnokság, itt ennek a hírnöke a postagalamsport. Ezeken a nagy versenyeken mindig galambokat engednek, ez egy nagyon régi hagyomány, már a század elején. Majdnem azt mondom, hogy vissza kell térnem arra, hogy az olimpia, már az ókori olimpiába is vissza kell menni, mert hogy ott is galambokat engedtek az olimpián, sőt, az volt a hírvívő, mert a győzteseknek a galambok vitték az eredményét a saját településére, a saját falujába. Egy kék szalagot vagy egy fehér szalagot vittek a galamb, kötöttek a galambnak a lábára, és ebben vitte haza a hírt, hogy győzött a falunak a képviselője, vagy nem. Na most hát azóta az olimpiák történetében ugyanez megtörténik, több 100 000 galambot engednek föl. Bízok benne, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a Magyar Postagalamsport Szövetség is részt vegyen ezen, akkor én is biztos, hogy részt fogok venni. Ön nagyon-nagyon sok mindenre megtanítja a galambjait. A galambok mire tanították meg önt az elmúlt évek, évtizedek alatt? Hát az a helyzet, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az állatokat szeretni kell. Már azt is mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy megrögzött dolog ez az egész dolog, de ez a munkafolyamat, mert az galambok által az emberekkel is kell foglalkozni. Ezt az egészet egy rendszerben kell tartani. A rendszerben ebbe beletartoznak a gyerekek, a felnőttek, egyesületi szinten, szövetségi szinten, és ezekkel az emberekkel is, meg az állatokkal is kell foglalkozni külön-külön, és sőt, olyat is az, hogy az emberek hogy foglalkoznak, a többi sporttársam hogy foglalkozik a galambjaival, mit tud átadni a galamboknak, vagy mit kap ő, hogy milyen kitartással tudják ezt végezni, de én kimondottan a galamboktól nagyon sokat kaptam. Először is kitartást. Egy, ami nagyon nagy dolog. A másik az, hogy az állatok iránti szeretet. A kitartás az, hogy hogy kitartok mellettük, a szeretet, és a másik meg iszonyatos nagyon nagy szakmai tudás. Mert hát mi nagyon sokat tanulunk tőle, a galamboktól tanulunk, de viszont nekünk is nagyon-nagyon sokat kell tanulni ahhoz, hogy megértsük azt, amit a galambok nyújtanak nekünk. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Becsési Magazin című műsorának március 3-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok! Viszontlátásra!